óvintézkedések mellett, de működik a látássérültek masszázs stúdiója. A lakótelepi helyiségekről az operatív törzstől és a tiszti orvosi hivataltól is kértek szakvéleményt. Szeretnének ünnepelni, de egyelőre nem lehet. 25 éves a Szél Rózsa Néptánc együttes. És kevésbé szigorúak a járványvédelmi intézkedések a tanodában, mint az iskolákban. Megmutatjuk, hogyan zajlik a délutáni korrepetálás. Hétközben ez a TV 24 Budaörsi közéleti magazinja. Jó estét kívánok! Fertőtlenítős lábtörlő, kézfertőtlenítő, maszk és lázmérés is van. Sőt, még fertőtlenítős illóolajat is használnak a látássérültek masszázs stúdiójában a lakótelepen. Az elővigyázatosságra azért is szükség van, mert a Bulake munkatársai, tagjai és vendégei között is vannak krónikus betegek meg idősek. Az egyesület egyébként a masszázs stúdiójuk újranyitása előtt kikérte az operatív törzs és a tiszti orvosi hivatal szakvéleményét is a megelőzésről. A higiénés szabályokat mindannyian a megfelelőnek találták. Jó napot, úr! Igen. 36-1. Csak annyit mondtam, hogy sárga vagy ötlet. Itt van egy kisgészfertőtlen és gyorsgyászat. Van bérletem, ide dolgoztam? Igen. Jó. Azt én már is intézem. Na hát, jó. Rendkívül szigorú járványügyi protokoll betartása mellett, de a szolgáltatások nagy részét biztosítva működhet tovább a Buda környéki látássérültek közhasznú egyesületének gyógymasszázs és rehabilitációs központja a lakótelepen. Igaz, sok korábban jól bevált program sajátos módon elmaradt. Most már talán beálltunk egy olyan rendszerre, ami biztosítja a működésünket, de a tavaszi időszak az nagyon nehéz volt. Tehát ott nálunk is volt egy 2,5 hónapos leállás, hát meg egy halvány pánik, hogy most mi lesz, tehát hogyan lehet tényleg mindenki számára biztosítani az egészséges munkafeltételeket, illetve hogy hogyan tudjuk a vendégek számára is ugyanezt, mert hát ugye ez az elsődleges, hogy mindenkinek az egészségére tudjunk figyelni, de az is nagyon-nagyon fontos a mi számunkra, hogy azért ne álljon le a stúdió élet. Úgyhogy akkor, amikor nyáron újraindultunk, akkor természetesen ugyanúgy, mint szerintem minden más hasonló szolgáltató, körbejártuk, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni, tehát ANTS, az operatív törzsnek is írtunk levelet, stb. És bevezettük azokat az intézkedéseket, amit szerintem mindenhol, de talán egy picivel többet, mert beszereztünk egy olyan lábtörlőt, ami fertőtlenítő folyadékkal van feltöltve, tehát azon keresztül érkeznek a vendégek. Bent kézfertőtlenítés kötelező, a maszk használata, illetve most már lázmérőzünk is. Nem, mint hogyha ez egy 100%-os biztonságot jelentene, de lehet, hogy egy picivel erősebb a bizalom az irányunkban miatt, hogy tényleg mindent megteszünk. És minden helyiségben recepcióval együtt beállítottunk egy olyan diffúzort, ami fertőtlenítős illóolajat párologtat, és reméljük, hogy ez is számít valamit. Mi a problémája? Ó, hát sajnálom, nekem a derekam tegnap óta nagyon. Derekam. Éreztem futás közben, hogy két oldalt. Na, nem bírja. A szalon egyik legnépszerűbb szolgáltatása, szerencsére, fokozott körültekintés mellett folytathatta a tevékenységét, így a gyógyulni vágyók még igénybe vehetik a masszőrök munkáját. Már a bejáratnál látszódik, hogy van egy ilyen fertőtlenítős lábtörlőnk, ugye amikor bejön a vendég, és akkor hát kezdetnek kollégina, ahogy látták egyből lázat, mert mikor belép a vendég, és vagy kézmosás alaposan, vagy fertőtlenítés, de legjobb esetben mindkettőt. Hát és ugye masszőrök is minden vendég után kezet mosnak, szellőztetnek, lefertőtlenítjük az ágyat, mindenki hoz magával külön lepedőt, de még utána ennek ellenére is lefertőtlenítjük az ágyat. Hát ugye, aki már lázas vagy köhögéken, annak már alapból mondjuk, hogy ide se jöjjön, vagy hát ne is jöjjön inkább kezelésre, mert nehogy probléma legyen belőle. Hát és igazából minden vendég maszkba, ahogy látszik, ugye mi is itt maszkba dolgozunk, próbálunk mindent megtenni, hogy nehogy bárkinek problémája legyen. A mi egyesületünknek az erőssége az, hogy személyes kapcsolatokat építettünk, és azokat tartjuk fönt, hogy nyilván sokkal nehezebb úgy megtenni, hogy kisebb a mozgástere a tagjainknak, főként, hogy nálunk azért az idősebb korosztálya jellemzőbb.
de nagyon sok kreatív ötlet született arra, hogy lehet mégis biztosítani azokat a segítségeket, amiket már megszoktak a tagjaink, vagy amire ugye újabb igény támad, amiatt, hogy most jobban be kell zárkozzanak. Úgyhogy öten vannak a csoportunkban, akik a szociális területen dolgoznak, és hát én azt gondolom, hogy maximálisan igyekeznek helytállni. A kreatív ötleteknek köszönhetően több olyan szolgáltatás program, ami kimondottan a személyes kontaktusra épült, az most digitális térbe költözött. Itt tartják a napi kapcsolatot a szociális munkások az egyesület tagjaival. Korlátozások alatt bizony sok programunkat le kellett mondani, egyet-kettőt azért meg tudtunk tartani, volt Margit-szigeti sétánk például, ahogy ugye tudtuk tartani a kötelező távolságot, maszkba sétált mindenki, de azért jó részét sajnos le kellett mondanunk. Erre jött egy, hát tulajdonképpen egy régi ötletünknek a megvalósítása. Készítettünk egy online klubot, kicsit mi is beköltöztünk a virtuális térbe, és egy közösségi oldalon létrehoztuk az online csoportunkat. Egyre több látássérült használja már a különböző számítástechnikai felületeket, oldalakat, közösségi tereket, úgyhogy hát én kicsit mondhatom, hogy ez tulajdonképpen közös tanulás, hiszen ők is most kezdik el tanulni ezeket a felületeket, mi is ezt most tanuljuk, gyakoroljuk, és hát a klubunkban napi tematikákat hoztunk létre, hasonlóan a saját programjainkhoz. Kedden mindig valami kirándulás, múzeumlátogatásos a téma, hogy ilyenkor közösen bejárunk egy-egy, akár egy videón keresztül egy természetvédelmi területet, vagy egy közös régebbi kirándulást elevenítünk föl. Szerdát a Szabad Szerdának neveztük el, akkor tulajdonképpen minden aktuális, vagy bárki érdeklő problémával lehet foglalkozni. Csütörtökön közösen tornázunk, ez nagyon fontos mindenkinek. Péntek pedig az, hát ez a kultúra és a művészetnek a napja. Közösen így az online felületen keresztül megnézünk egy színházi előadást, este van egy filmklubunk, és akkor azzal, vagy arról beszélgethetünk így az interneten keresztül. A Buláke Online közösségi portál mellett már elkezdték kialakítani a Pásta elnevezésű oldalt is, ahol főleg fiatal látássérülteknek kívánnak segíteni a mindennapjaikban. Kevés olyan egyesület van, akire úgy számíthatnak a látássérültek, mint a mi egyesületünkbe. A koronavírus alatt is kijártunk bevásárolni, kapcsolatot tartottunk, orvoshoz kísértünk, ha kellett, és ha valakinek ma kell valamit vásárolni, ki tudunk menni akár már holnap, holnap után, és segítünk neki bevásárolni. Nagyon-nagyon kevés olyan egyesület van, aki ennyi mindent megtesz a tagokért. Most itt az online kapcsolattartásnál például volt olyan, akinek a laptopja nem volt, azt adott az egyesület, hogy ne zárkozzon be teljesen a világtól. Úgyhogy nagyon sok mindenbe tud a szociális csoport és az egyesület segíteni a látássérültek tagjainknak. Segítettek többek között, akiknek erre szüksége volt pályázatok beadásában is, amelyen néhányan sikerrel is jártak. Ott jártunk, ahol a szociális csoport tagjai éppen Godó Károlyhoz indultak a pályázati úton beszerzett közlekedés segítő botjával. Szia, itt vagyunk. Igen, tudom. Oké. Okay. 2020-ban a VDK kiírt egy segédeszközpályázatot, melyre a tagjaink is tudtak jelentkezni, és két tagunk nyert is ezen a pályázaton. Most jelenleg Karcsi bácsinak visszük a fehér botot, amit megnyert, és gyakorlatilag díjmentesen jutott hozzá ehhez a fehér bothoz. Karcsi bácsi már izgatottan várta a Buláke tagjait, így aztán rendkívül boldog volt, amikor megérkezett hozzá a kis küldöttség. Meghoztuk a fehér botot. Nagyon köszönöm. És itt van az összes papírod, ami meg a számlája a fehér botnak. Nagyon köszönöm. Nagyon szívesen, máskor is. Mert mindent megtettél a pályázat írástól, és legalább négyszer-ötször beszéltél velem, és idáig eljutottak, én ezt nagyon köszönöm. Nagyon neked. Szívesen. Úgyhogy, hát ez a Buláke, ez egy csodálatos egyesület. Itten köszönjük. Személyre szólóan foglalkoznak az emberekkel, akár a Krisztikéhez, akár az Icukához, vagy a Vitához fordultam.
mindig segítettek nekem. A köszönet után természetesen azonnal ki is csomagolták a nélkülözhetetlen fehérbotot, amellyel ezentúl talán könnyebb lesz majd a közlekedés a város utcáin és a tömegközlekedésen. Műsorunk folytatásában Tündik Tamás van itt a stúdióban, a Szél Rózsa Néptánc Együttes vezetője és a Gyepük Népe Alapítvány elnöke. Jó estét kívánok! Szép estét! Az apropó, amiért hívtuk, az az, hogy 25 éves a Szél Rózsa Néptánc Együttes, és 20 évvel ezelőtt indult a Virágok Vetélkedése program, de mégse ezzel kezdjük, ha megengedi, hanem azzal, hogy újraindult szeptemberben a néptánc és népi ének foglalkozása a Szent Benedek iskolában. És ez azért különösen érdekes, mert hogy nem olyan régen volt itt az aerobik szakosztály vezetője, aki pont azt mondta, hogy az az ő nagy bajuk, hogy nem mehetnek be az iskolába, nem tarthatnak edzéseket, egyáltalán külsős be nem teheti a lábát az iskolába. Önök mégis bemehetnek? Önök tudják tartani ezeket a foglalkozásokat? Hát aggodalmakkal, de gond nélkül tudtuk kezdeni ezt a szezont. Az igazgatóval megbeszéltük, hogy ott egy elkülönített részben, az épület egyik részében azt csak mi használjuk, fertőtlenítés, ők fertőtlenítenek, mi használjuk a kézfertőtlenítőt, megmérnek mindenkit, hogy magas a hőmérséklete, és így szépen elindult, eddig nem maradt el próbánk még szeptemberben. De sőt, egy fellépést is tudtunk a hétvégén teljesíteni. Ez hol volt ez a fellépés? A Jókai Mór Művelődési Központ szervezte a Magyar Népmese Napja rendezvényt, és azon szépen mi a szabadtéren énekeltünk, táncoltunk, muzsikáltunk, nagyon ügyesen a táncosok bekapcsoltak, megtáncoltatták a közönséget, főleg a kicsiket, meg a szüleiket, úgyhogy szerintem nagyon jól sikerült. A Szent Benedekes néptánc tanításon és népi ének tanításon ugye nem csak Szent Benedekesek vesznek részt, tehát nem csak olyanok, akik az iskolába járnak. Hát természetesen bárki jöhet, akik a legközelebb vannak, azoknak esik az a leginkább a kezére, gondolom a Mindszenti iskolások. És jönnek is? Főleg, és jönnek is. A törzsgárda nem annyian, mint a vírus előtt, körülbelül fél házzal, kétharmad házzal működünk, főleg a kicsik maradnak inkább távol, mert őket hozni kell, a nagyok pedig jönnek úgy, mint eddig, szinte hiánytalanul, az ének ugyanúgy működik, ahogy tavaly vagy tavaly előtt, ott igazából a távolságot meg tudjuk tartani. A táncokban nem ragaszkodunk a páros táncokhoz, hanem az egyéb formákat ilyenkor megtaláljuk, a szóló táncokat, a mindenféle botos és eszközhasználatos táncokat, ahogy ebben egy másfél, két méter távolságra is a botok forgatása miatt távolabb kell legyenek egymáshoz a táncosok, és ehhez hasonló technikákkal szerintem óvatosan, de biztosan tudunk dolgozni. Nem kell maszkban lenni? Nem kell maszkban lenni. Az épületben igen, aki bejön maszkban jön be, táncteremben pedig leveheti. És hogy van ez, mesél nekem, hogy a nagyok, akik már régóta csinálják, ők nyilván ezt megszerették, és nekik ez az életük része. Nekik nagyon fontos, hogy oda menjenek. És amikor a kicsik mennek, ők azért mennek, mert apuka, anyuka azt mondja, hogy ide kell jönnöd, kisfiam, kislányom, és akkor hát bemennek, és akkor vagy megszeretik, vagy nem. Tehát hogy van ez? Értem a kérdést. Hát elhozzák a gyerekeket. Próbáljuk ki ezt is leginkább. Vagy már hagyománya van, és a szülők is vettek részt gyerekkorukban foglalkozásokon, mi megpróbáljuk velük azt ott megszerettetni, megkedvelik, ismét szeretnének jönni, ezen múlik, egyrészt, másrészt meg a szülői háttér is fontos. Uh-huh. Kell otthon gyakorolni? Nem, egyáltalán nem, de ettől függetlenül, ami tetszik a gyereknek, azt csinálja. Mesélték, hogy előkerült a partvisnyél, vagy a söprű, a botos táncok, eltörtek egy-két üveget esetleg, no, műanyagfaszkokat használunk, tehát azzal nem lehet gond. Úgy kezdtük a beszélgetést, hogy 25 éves a Szél Rózsa Néptánc Együttes. Emlékezzünk vissza egy kicsit erre a negyedszázadra. Nagyon más most a Néptánc Együttes, mint amikor indult? Igen, teljesen kicserélődött. A tánccsoport annó a Szél Rózsa minden irányából és vidékről is érkeztek ide táncosok, innen jött az ötlet, hogy legyen Szél Rózsa Néptánc Együttes. És most? Aztán szép lassan a budaörsiek is felfedezték, és ővel nekik ez helyben van, elsősorban
budaörsiek járnak, főleg a kicsik, és aztán, ahogy növögetnek a gyerekek, vagy esetleg a serdülők, vagy a fiatalok, ők már nincsenek szülőhöz kötve, ott is a törzsgárda az budaörsi, de oda el tudnak jönni fiatalok vagy felnőtt korúak is. Nem kellene akkor átnevezni budaörsi vagy budaörs néptánc együttesre? Semmiképpen, mert úgy tudom, hogy budaörs néptánc együttes működik, tehát van ilyen. Mi ezt anno, amikor ez elindult, a IJS gimnáziumban próbáltuk elindítani, és egy év múlva rájöttünk, hogy a Jókai Morművődési Központ befogadja a tánccsoportot, ott minden megvolt hozzá, és ott kezdtük el ezt 95-ben. Lassan fölépültek a gyerekcsoportok, meg az ifjúsági csoport, és most már azon gondolkodunk az évforduló kapcsán, hogy rengeteg táncos fordult meg nálunk, akik valamilyen okból abba hagyták, és ha már ünneplünk, megpróbálunk egy régi táncosokkal is egy koreográfiát vagy kettőt összeszedni. Hát ebben az időben ez most egy kicsit nehezebb lenne. Azt mondja, hogy a régi táncosok, akik régen tagjai voltak a néptánc Pontosan. Együttesnek, ők kiléptek? Ők máshol táncolnak? Mi a jellemző? Ott hagyták a táncot? Abba hagyták? Hát elég nagy volt az átjárás. Szinte 5-6 évenként a csapatnak az egyharmada biztosan kicserélődött. Különbözőbb okok miatt hagytak abba a táncot, vagy a gyerekeknél, főleg ha kamaszodtak, akkor elvonzották őket más irányba, vagy elment a kedvük, vagy a lányoknak meg kellett fogni a kezét, ez nem tetszett. A nagyobbak, a fiatalok, amikor főiskolára vagy egyetemre felvételiztek, utána megváltozott náluk is az időbeosztás, nem fért bele, de még így is nagyon sokan megmaradtak a régi csapatból, több házas pár van nálunk. Pont ezt akarom mondani, nem gondolom, hogy mindenki csak megijedt, hogy meg kell fogni egy lány kezét. Így van. Szövődtek itt nagy szerelmek? Szövődtek szerelmek, és nem csak szerelmek, hanem tartós kapcsolatok. Három házas párunk is van, olyanok is vannak, akiknél már gyerek is van, olyan is van, hogy hát megszületett a baba, és akkor egy fél évig, évig még az apuka tudott járni, de aztán ő sem, és sok minden előfordul. Hogy ünneplik a 25 éves évfordulót? Hát szeretnénk meghívni erre az évfordulóra egyrészt az összes régi táncost. Tudom, nem fog eljönni mindenki, de akinek az idejébe belefér, azokkal egy 3-4 hónapos felkészülési időszakban a régi táncokból szintén hozzánk a színpadra egy-két produkciót. Szeretnénk meghívni a határon túli kapcsolatainkat. Na ez az, ami most nagyon nem megy egyelőre. A Szélrózsa Fesztivál, ez ugyebár 2014-ben volt, Szélrózsa Fesztivál, nagyon sok határon túli tánccsoport és hazai tánccsoport is megjelent ezen a fesztiválon. Velük is felvettük a kapcsolatot, szeretnénk őket is meghívni. Nagyon sok olyan határon túli településen vannak jó ismerőseink, akiknek tánccsoportjuk van, ahol kiváló népzenészek vannak, akik részt vettek különböző rendezvényeinken, vagy mi mentünk hozzájuk tanulni, vagy ahonnan a Virágok Vetélkedése népdal énekes találkozóra küldtek énekeseket, vagy mi mentünk el segíteni nekik, és zsűrizni, meg felajánlásokkal, jutalmazással próbáltuk segíteni. Ezt szerettük volna összehozni egy 3-4 napos szintén Szélrózsa Fesztiválban, azt a nevet adnánk, adtuk volna neki, még nem tudom, mi lesz ezzel, hogy Szélrózsa 25. Próbálkozunk, a vírushelyzet miatt ez valószínűleg, nagy valószínűséggel csúszni fog. A virágok vetélkedése hasonló cipőkbe jár, mert legalább 6 elszakított országrészből szoktunk vendégeket hívni,
és ők itt énekelnek velünk a mi énekeseinkkel, és az egész országból ide gyűlő énekesekkel együtt. Ez most sajnos nem lehetséges. Ezt ennek online a... nem lehet megtartani? Mert a virágok vetélkedését azt meg lehet. Gondolom én, nem tudom. Gondoltam rá, de a tánc, az ének az egy olyan dolog, amit meg kell fogni, meg kell érinteni, szemébe kell nézni az embereknek egymással. Tánc közben közösen tudnak táncolni. Nem nagyon látom, hogy ki lehetne váltani egy online rendezvényen. Nem is szeretnénk, inkább kivárunk, hogy amennyire lehet teljes pompájába ez megvalósulhasson. Hát bízunk benne, hogy az elkövetkező hónapokban, vagy talán az elkövetkező években lesz erre lehetőség. Vagy lehet, hogy majd csak a 30. évfordulót lehet megünnepelni? Tudnám. Én arra gondoltam, hogy ha lezajlik ez a vírushelyzet, akkor már tavasszal legalább a népdalénekest meg tudjuk csinálni, és akár ősszel a táncos részét, vagy összehoznánk egy eseménybe a kettőt. És addig pedig maradnak a szólótáncok, mert hogy ugye említette, hogy még a páros táncokat sem nagyon erőltetik, meg hát, hogy sokkal kevesebben jönnek, meg egyébként fellépések sincsenek. Ez valami olyasmi lehet, mint a sportolóknak a verseny, hogy ha nincs fellépés, akkor hát jó, jól érezzük magunkat, meg megtanuljuk a táncokat, de hát annak az a lényeg, hogy bemutassuk, nem? Nincs annyi fellépés, de vannak fellépések. Említettem, hogy szeptemberben már volt egy fellépésünk a Magyar Népmese napja alkalmából. Készülünk az őszi rendezvényekre, mert a Márton napi hagyományos vonulást meg tudjuk csinálni. Ha nem nagyon rossz az idő, akkor szabad téren a táncot is meg tudjuk oldani. A művelési központban szoktunk gyerektáncadat csinálni azzal. Még nem tudom, mi lesz, de minden a vírus helyzettől függ. Az önkormányzat már biztos, hogy lemondta a budaörsi karácsonyi rendezvényt, mint pedig azt a szabadban szerintem meg tudnánk oldani, de az idei rendezvényekből 2-3-at biztos, hogy meg tudunk csinálni, el tudjuk vállalni. Hát akkor valami lesz, és egyben reménykednek, hogy minél előbb visszaállhat az élet, és akkor meg lehet ünnepelni a 25. évfordulót is. És hogyha megakasztjuk ezt a folyamatot, akkor azt nehezebb aztán újraépíteni, mint ha valamilyen szinten szépen a parázs azért ízzik és forrong, és ha nem is lobog a tűz a teljes illatnagyságba, de a csapat nem hullik szét egyrészt, másrészt ez egy jó közösség, nem csak egy táncegyüttes. Én mindig arra figyeltem oda, hogy a közösségi lét az megvalósuljon, a közösségi programok, az együtt nyaralások, táborozások, kirándulások, szilveszterezés, sok ilyen közösségépítő programunk van. Még az sem elképzelhetetlen, hogy elmegyünk karácsonyi énekeket énekelni az énekesekkel, mint ahogy húsvétkor elmegyünk a lányokat meglocsolni. Úgy bizony hagyományosan. Ez mind hozzátartozik, és ha nehéz időszakokban ezt tartja össze szerintem a csoportot. Sok sikert kívánok Önöknek. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen a meghívást. A mai műsort azzal kezdtük, hogy mennyire szigorúak a megelőző intézkedések a látássérültek masszázs stúdiójában. Most a folytatás egy kicsit más képet mutat majd. A tanodában ugyanis kevésbé szigorúak a megelőző előírások, mint az iskolákban. Persze azért vannak ilyenek, csak hogy például a távolságtartást a kis helyiségben, ahol sokan vannak, szinte lehetetlen megoldani. De a tanárok kötelezően maszkot hordanak. Sziasztok! Hello, sziasztok! Sziasztok! Miután a szigorú járványügyi előírásoknak megfelelően alaposan fertőtlenítették a kezüket a gyerekek, csak azt követően indulhattak a szokásos délutáni foglalkozásra a budaörsi tanoda diákjai. Mivel a helyiség viszonylag szűk, ezért az órabeosztást is jelentősen átdolgozták, törekedve arra, hogy egyszerre viszonylag kevesen tartózkodjanak az intézményben. Egész nyáron készültünk arra, hogy elinduljon a tanoda, és bíztunk benne, hogy nem lesznek korlátozások.
El is indultunk szeptember közepén. Jelenleg is folyik nálunk az oktatás, a fejlesztés, de az kétségtelen, hogy nem tudunk úgy működni, mint ahogy egyébként normális esetben lehetne működni. Sokkal kevesebb gyereket tudunk fogadni, és nekünk is be kell tartani azt a szabályozást, amit az oktatási intézményeknek, az iskoláknak az országban és itt Budaörsön betartanak, azt a szabályozást, ami rájuk vonatkozik. Hányos feladat ez, Dominik? Négyes. Na, kezdjük el. Eszter, holnap. És olvasd el a végét. Az ünnepélyen. Eszter, holnap. Tehát vagy a lép, vagy a dob. Eszter, mit csinál holnap? Lép az ünnepélyen. De mi hogy lép? Igekötőt teszünk elé. Lép. Hogy Eszter, lép föl? Holnap lép. Fellép. 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 Jó, fellép. Az órákon ajánlott, bár nem kötelező a gyerekek számára a maszk viselése. A helyiség adta lehetőségekhez képest igyekeznek viszonylag nagyobb távolságot tartani egymás között, és törekednek arra is, hogy a lehető legkisebb létszámú csoport dolgozzon együtt egy időben. Hála jó Istennek, sikerült szállítanunk a idei tanévre is az órarendeket, bár elég képlékeny még az órarendünk. Szeretnénk pont az adott helyzet miatt minél kisebb csoportokat létrehozni a gyerekekből, ugye a fertőzés veszélyét elkerülvén. Úgy készülünk, ahogyan az iskolák is, tehát azokat az előírásokat mi is betartjuk. A gyerekek készfertőtlenítenek, minden asztalon van fertőtlenítő, illetve a tanárok viselik a szájmaszkot. A gyerekek, mivel kis helyen vagyunk, őket nem kötelezzük rá, tehát ebben eltérünk ugye az iskoláknak a rendjétől. Próbálunk egyfajta felszabadultságot adni a gyerekeknek ezzel, bár kiemelném, hogy van néhány gyerek, aki önkéntesen vállalja a szájmaszkot, tehát ezzel nincs is probléma. A gyerekek egyébként itt is rendkívül jól viselik az előírásokat. A protokoll sem annyira szigorú itt, mint az iskolákban. A tanoda a megelőzés és a fertőzés elkerülése érdekében inkább a folyamatos konzultációra épít az oktatási intézményekkel. Napi szinten egyeztetnek, ha kell, arról, hogy a hozzájuk járó diákok közül akadt-e esetleg egészségügyi probléma valamelyikőjüknél, vagy tapasztaltak-e náluk az adott napon bármilyen fertőzésre utaló jelet. Az iskolákban azt látják a munkatársak, a tanárok, hogy a gyerekek koronavírussal fertőzöttek, vagy annak a jeleit látják, akkor haza kell, hogy küldjék őket, illetve jelentést kell, hogy tegyenek a házi orvosnak. Na most mi is, nekünk is ezt meg kell tenni, hiszen mi is egyfajta oktatási intézmény vagyunk, de mi szerencsésebb helyzetben vagyunk, hiszen hozzánk az iskola után jönnek a gyerekek. Tehát az iskolában közvetlenül megvizsgálják őket, látják rajtuk, hogy olyan állapotban vannak-e vagy sem, hogy tudnak tanulni, tudnak-e fertőzni, vagy nem tudnak fertőzni, és utána jönnek hozzánk. Itt mi már egy kicsit könnyebb helyzetben vagyunk, hiszen hogyha az iskola után jönnek hozzánk, akkor már van egyfajta előképünk a gyerekekkel kapcsolatban, de azért mi is itt folyamatosan figyeljük a gyerekeket, hogy milyen állapotban vannak. Mennyire lehet és mennyire kell kapcsolatot tartani most folyamatosan a különböző intézményekkel, ahonnan a gyerekek érkeznek? Hát most még inkább kell kapcsolatot tartani a családsegítő központtal és az iskolákkal, hiszen mindenféle információt át kell, hogy adjunk egymásnak a gyerekekkel kapcsolatban, leginkább ugye az egészségi állapotukkal kapcsolatban. A tanoda helyiségeit naponta többször is fertőtlenítik az intézmény munkatársai. A korábban oly népszerű szabadidős programokat sem rendezik meg a jelenlegi helyzetben. Most kimondottan csak a tanulásra fókuszálnak, a szigorú járványügyi előírások betartása mellett. A TV 2040 mai műsorának folytatásában hamarosan élőben közvetítjük majd az Aramis Veszprém futszál, vagyis teremfoci mérkőzést 19 óra 35 perces kezdettel. Előtte még jön Just László és a magánbeszélgetés. Maradjanak tehát velünk. Látják a képernyőn elérhetőségeinket, ha van véleményük vagy kritikájuk, akkor írjanak nekünk, és tudják, ha lemaradtak valamelyik műsorunkról, akkor megtalálják a tv2040.hu oldalon, illetve a YouTube csatornánkon, ahová a honlapunkról is oda találnak, meg persze ott vagyunk a Facebookon is. Én mára köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!